partnere, a T-Home támogatja. Elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban ég. Szerencsére még nem múlt el karácsony, sem Mikulás, így a három legenda jelöltet nem csak a szeretet lángja, hanem egy kis forró csokoládé desszert is fűti, hiszen a srácok kivételesen Csoki Mikulás helyett ezt a meganyalángságot kapták az öreg nagyszakállútól. Mert tény, hogy az utóbbi időben mindhárman nagyon jól viselkedtek, nem úgy, mint gyerekként. Ha rossz voltam, akkor nem kaptam semmit. Kaptál virgácsot. Akkor egy ilyen virgács volt benne, és akkor azt gondoltam, hogy nem a Mikulás hozza, mert a Mikulás nem is tesz virgácsot igazából. Dávidnak már napokkal ezelőtt tele lett a hócipője azzal, hogy ölbetett kézzel üljön és várja a Mikulást, így hát útnak indult felkeresni őt. Legyen erőd a befejezéshez. Köszönöm. Nézni foglak. Köszönöm szépen. És ez nem puszta ígéret volt. Kiderült, a Mikulás az egyik legnagyobb megasztár rajongó, aki néhány nappal ezelőtt is látta, mint a mega kedvencek elárulták, mire is vágynak igazán. Mivel már ketyeg a Mikulás munkaideje, nem kétséges, hogy Dávid kívánságát ő teljesítette. Régebben se szoktunk nagyon éttermekbe járni, de nagyon örülnék, hogyha valamilyen különlegességet így megkóstolhatni. Nos, azóta eltelt egy kis idő, és a másik két fiú kívánsága is valóra vált. Krisztiánnak köszönhetően száguldozhatta a gokárt autóban, és Viktort is kényeztették apró, de erős kezek. Nem csoda, hogy úton a meglepetés helyszín felé Dávid már tűkön ült. Még az én kívánságom nem volt teljesítve, nem tudom, hogy hova megyünk. Tippem sincsen komolyan. Tényleg nincsen semmi tippem, fogalmas sincs. Nekünk van. Na. Rólam bárki megmondja, 15 perc a rekordja. Hát nem tartott 15 percig, és Dávid is rájött, mi lehet a Mikulás napi meglepetés helyszíne. De jó, hát akkor megyünk étterembe. Nehogy elfogyjál. A különleges étteremben pedig különleges menü várta a fiúkat. Ettél már kígyót New York. Kígyót nem ettem, de majomfejet ettem. Krokodilt ettél? Bocsánat, alig ettem. És majomfejet? Olyan fejet nem ettem. De tehén agyat ettem. Egy biztos, a srácoknak különböző az ízlésük, ám az énekesek egyben hasonlítanak. Nemrég még mindhárman ugyanolyan áhítattal várták a Mikulást. Ho-ho-ho-ho, szerbusztok gyerekek! Sőt, a meglepi csoki fondű fölött kiderül, hogy Krisztián még ma sincs meggyőződve, hogy a jóságos ajándékoztó csak a gyermekmesékben létezik. Mert a már mindenképp dobogós megasztár gyermekkorában furcsa dolgot élt át a Mikulás éjjelén. Láttam, hogy valaki mozog kint, és ez eltűnt, és én felkapcsoltam a villanyt, kimentem, oda mentem az ablakomhoz, egy nagy teraszablak volt, ez különben teraszhajtó, oda mentem, és tényleg utána volt benne. Dávid, Krisztián és Viktor idén azonban jobban bízik a Mikulás jó indulatában, mint valaha. Természetesen mindhárman azt kívánták, jussanak tovább a holnapi döntőn. A műsort a Megasztár telekommunikációs partnere, a T-Home támogatta.